Jó reggelt kívánunk a vendégeinknek. Jó reggelt. Igen. Engedtessék meg, köszönjük. Mármint ezt most Barbarának üzentem. Na, ne trollkodjuk szét, kérem szépen a reggeli kezdés. Komolyra fordítva a szót. Az elmúlt két hétben ugye az ellenzéki képviselők azt mondták, hogy itt most egy újabb kamu szereplő lépett színpadra, miniszterelnök jelöltről beszélek, ugye, Gattyán György személyében. Na most nem tudom, önök mit szólnak ahhoz, hogy Varga Dam Andrea is miniszterelnök jelölt lesz a reformerek nevében? Szóhoz sem jutunk szerintem. Igen. Ezek szerint, tehát nyilván mindenkinek... Ismerős a név, ugye? Abszolút. Ügyetlen országgyűlési képviselőről van szó. Korábban frakciótársak voltunk, ameddig ő ki nem lépett a frakcióból. A mandátumát azt nem adta vissza a közösségünknek, de nyilván független országgyűlési képviselőként ott van a parlamentben. Szerintem mindenkinek adott a lehetőség, nyilván, hogy elinduljon egy választáson, megpróbálja magát megmérettetni, nyilván ehhez még sok szűrőn át kell majd. Mi lehet a célja? Az ajánlás gyűjtésekre. Hogy a célja mi lehet, azt én személy szerint nem tudom, de nyilván azoknak, akik kormányváltást szeretnének, egyértelmű, hogy majd az ellenzéki összefogásra kell szavazniuk. Hát akkor hozzuk ide be ezt a tegnapi kutatást, már csak azért is, mert a Népszava is ezzel foglalkozik, de mellé rak egy friss publikuszos kutatást, ami ugye a 444-es kutatás, vagy az információhoz képest, ami 46-32. Mert megnézem a Nemzetet közben, jó? Hát ha ők is publikálnak valamit. Megnézem, igen. Igen. A publikus szerint ott ez egy november végi kutatás, 36-32, 36 az ellenzéknek, 32 a Fidesz-KDNP listának. Mennyire zavarta meg a sorokat ez a tegnapi információ, amit a 444 közölt? Hát ugye az én soraimat egyáltalán nem, mert egyszerűen azt gondolom, hogy most nyilván majd hetente fog jönni újabb és újabb közvéleménykutatás, hogy ilyen az állás, meg olyan az állás. Én ezt a 40, hogy mondta, 46-32, szerintem ez egy teljes tévedés, hogy ennek aztán metodikai okai vannak, vagy egyszerűen meg lett hekkelve, ahogy itt az előbb beszéltük róla, én ezt nem tudom. Egészen biztos vagyok abban, hogy ez nincs így, és éppen ezért szerintem nem kell ennél sokkal többet foglalkozni ezzel. Hát most ez van, én azt gondolom, hogy az igazi választás az majd április elején fog történni, és ott egészen biztosan nem ez lesz az eredmény. Ugye a tendenciára viszont felhívta a figyelmet azért több, akár ellenzéki politikus is, hogy megtorpant az ellenzéki lendület. Ezt most mennyire sikerül visszavenni ezzel a népszavazási kezdeményezéssel? Hogy látják így az első napok tapasztalatait? Én azt gondolom, hogy az első napok tapasztalat alapján valószínűleg még semmit nem lehet mondani. Egy dologban önnek azonban igaza van, és ezt sokan elmondták, nem én vagyok az első, aki ezt elmondja. Az előválasztások után valahogy leállt az ellenzéki motor, vagy az ellenzéki gépezet. Én személy szerint azt gondolom, hogy sokkal intenzívebben kellett volna az elmúlt hetekben kampányolni, sokkal többet kellett volna csinálni annál, mint amit az ellenzék csinált. És ezért valaki hibás ön szerint? Ezt én nem tudom, hogy valaki hibás-e, meg egyébként sem az az én szerepem, hogy itt egy hibás vagy hibázókat kijelöljek. Egy dolgot biztosan tudok, ha én nekem lenne ebben aktív szerepem, egészen biztosan máshogy csinálnám. Hogy? Sokkal intenzívebben, sokkal többet lennék az utcán, sokkal több problémáról beszélnék, sokkal inkább megpróbálnám az embereket felrázni vidéken is, nem csak Budapesten. Tehát egyszerűen kampányt kellene csinálni. Polgármester úr, akkor ön nem figyeli az ATV-nek a műsorait. Hát ez önök kapitánya, akit nem lehet kapitánynak nevezni, ugye Márki-Zay Péter miniszterelnök jelölt úrról van szó. Elég sokat szerepel azért a médiában, sokat beszél, sokat nyilatkozik, sokszor mondja el az ő általa. Lehet, hogy a Niedermüller Péter nem erre gondol, hanem a jelenlétre. Nem a média jelenlétre, hanem az utcai jelenlétre. Melyikre gondol? Ugye én kezdek most egy veszélyes helyzetbe sodródni, mert eszem ágában nincs az ellenzéknek a politikai tevékenységét bírálni. Csak a saját személyes állampolgári véleményemet mondtam, hogy én ezt máshogy csinálnám. Ebből nem következik az ég a tegyvágon. Még mielőtt megszólalna Tibor, bocsánat, csak említettem, hogy legyünk kiegyensúlyozottak, jó? Na, ugye, nem találtál. Hát de. De miért? Hát, hogyha a Népszava írhat erről, akkor a Nemzet is írhat erről. Persze. Na, egyébként a harmadik oldalán felhívom a nézőinknek a figyelmét, hogy a Nemzet és harmadik oldalon volt. Durva. Egy elég nagy terjedelmes összeállítása erről a felmérésről,
amiben tényleg az van, hogy ezt a lendületét az ellenzék, amit nagyon jól hozott ugye októberben, elvesztette. Azt mondta Márki-Zay Péter egyébként, hogy tényleg valóban a munkának nem azt az igazi látványos, aktív részét végzi, de ez majd változhat. Hát most akkor mikor fog változni akkor? Mert itt, ha nem is ezek az eredmények, de lehet, hogy nem áll annyira jól most az ellenzék, mint korábban. Igen, ezek a számok szerintem is a valóságtól teljesen elrugaszkodottak, tehát ekkora különbséget én biztos, hogy ezt így valótlannak tartom. Ha kijött volna egy olyan felmérés, amin 1-2% a különbség, hát tudjuk, hogy az elmúlt időszakban folyamatosan ide-oda billent ez a mérleg, tehát tényleg az 50-50 körüli a realitás. Az viszont biztos, hogy az előválasztás után nyilván a pártok egy kicsit leültek, de ennek az is az oka, nyilván kívülről ez látszik, hogy leültek, amúgy egyáltalán nem, mert nagyon komoly háttérmunka folyik, hát a programokat össze kell hozni, a közös dizájnt, a közös kampányolást meg kell alkotni, azért ez egy nagyon mélyreható folyamat, és nyilván nem halad olyan gyorsan, hiszen 6 pártról, és egy szervezetről, ugye az MMM-ről beszélünk, plusz civilek is vannak ebben a segítők között a háttérben. Szóval én azt gondolom, hogy a visszaesést azt én is alá tudom írni. Nyilván az utcai jelenlét az hiányzott, de az most egyébként az aláírás gyűjtéssel én azt gondolom, hogy meg lesz. Na, a másik ügy, ami most népszavazás mellett nagyon tematizálja ugye a közéletet, az Bölnár Pál ügye, amivel kapcsolatban az egyik friss fejlemény, hogy kiderült, hogy szabadlápon védekezhet a hivatali vesztegetéssel gyanúsított fideszes képviselő, ezt a Híradónknak mondta a központi nyomozó főügyészség szóvivője. Megmutatjuk a friss fejleményeket, aztán ezzel jövünk vissza. Az igazság itt van nálam. Civil aktivisták gyűrűjében kérte Bíró Ica a készenléti rendőröket és a végrehajtót, hogy függesszék fel a kilakoltatási eljárást, mert az szerintem jogtalan. Ez 2019. májusában történt. M. Eszter végrehajtó szerint az eljárás jogszerűen zajlott. Akkor elmondanám, hogy sajnálatos eseményen veszünk részt, minden kilapoltatás egy szomorú esemény. Azt gondolom, hogy ezt mindannyiunknak tudni kell, hogy ez nekem sem egy kellemes dolog. M. Eszter irodájánál a kiírás szerint az ügyfélfogadás technikai okok miatt szünetel, ugyanakkor a Blick azt írja, M. Eszter előzetes letartóztatásba került, ugyanis ő az egyik tagja a korrupciós bűncselekményekkel vádolt végrehajtói csoportnak. Ezzel az üggyel kapcsolatban lett gyanúsított Völner Pál lemondott igazságügyi miniszter helyettes is. A Választ Online közben arról ír, 220 milliárdos beruházást nyert az a cég, amelynek tulajdonosa jól ismeri Völner Pál családját. A cikk szerint mindkét család nyergesújfalui, de más kapcsolódási pontok is vannak. Igen, megnéztük együtt ugye ezt az összefoglalót, kíváncsian várjuk a véleményüket azzal kapcsolatban, hogy ez az ügy, ennek a szálai hova, meddig vezethetnek. Hát ez az, ami nagy kérdés. Ugye még nagyon sok információt nem tudunk, hiszen sok adatot titkosan kezelnek ezzel kapcsolatban. Ugye az ügyészség az folyamatosan apránként tárja fel az ügyet a nyilvánosság előtt is, mindig egy-egy közleményben értesülünk mi is a legújabb információkról. Én azt gondolom, hogy most attól függetlenül, hogy szabadlábon védekezhet a Völner Pál vagy sem, a mandátumáról már rég le kellett volna mondani. Hát most a hajózási... Ilyen... Arról a szövetség elnöki... Igen, arról is lemondott. Apránként. Igen. Ugye az igazi baj, tehát most, hogy 85 millió, meg ugye az eskütétele... 83. 83, ugye olvasom, hogy az eskütétele napján 5 millió volt. Szóval szeretném mondani azért, hogy itten lassan látjuk, hogy azért itt nem egyedi esetekről van szó. Mennyi Roland, Simonka István, Boldog István, Völner Pál, soroljam. Tehát azért itt nem arról van szó, hogy van egy-egy megtévedt ember, hanem jól lehet látni, hogy legalábbis a kormánypárti képviselőknek egy része az máshogy viszonyul a közpénzhez, mint ahogy... És van egy másik vetülete is, amiről azért szoktak néha kérdezni ellenzékieket, hogy akkor miért akarják Polt Pétert leváltani, hogy nem végzi jól a munkáját, amikor úgy tűnik, hogy nagyon is végzi a munkáját. Hát szerintem, ha az ellenzéki feljelentések számát nézzük, és hogy abból mennyi jutott el végül abba a stádiumba, mint mondjuk ez az ügy, akkor én azt gondolom, hogy lehetne jobban is végezni, vagy végezhetné jobban is a munkáját a legfőbb ügyész. Ez az ügy önmagában most... egy feljelentés, azt most mindannyian tudjuk. Persze, hogy... nyilván csak néha annyira egyértelmű ügyekre mutattak rá ezek a feljelentések, hogy tényleg egy kis utánajárással, ami a hatóság kezében egyébként megvan minden eszközehez, mint egy ellenzéki képviselőnek pedig azért elég korlátozottak a lehetőségei, hiába vagyunk parlamentben.
iránti képviselők, akkor lehet, hogy sokkal több ügy lehetett volna az elmúlt mondjuk 11 évben, de ez az ügy meg szerintem egy példája lehet annak, hogyha valami túl, egy nyomozás mondjuk túl magasra jut, és már egyszerűen elért ahhoz a ponthoz, amikor már nincsen visszaút, akkor a Fidesz elébe megy. Beszéljünk egy helyi ügyről is, mert hogy sok kerület szervez ingyenes tesztelést, és ez a 7. kerületben is így történt december 1 és 17-e között a 6 évnél idősebb kerületiek részére. Vannak adatok, hogy mennyi pozitív teszt lett, összességében milyen volt ez a tesztelési akció? Hát először is azt gondolom, hogy nagyon sikeres volt, nagyon sokan jelentkeztek, több mint 2200 tesztet végeztünk el, és folytatni is fogjuk, mert ugye 5000-et vettünk az elején, hát azt nyilván mind meg fogjuk csinálni. Hála Istennek azt kell mondanom, hogy nagyon kevés pozitív teszteredmény volt, ilyen tízes nagyságrendben, 15 és 25 között ezek voltak a legutolsó hírek, de ugyanakkor nagyon sok embert megnyugtatott. Tehát én azt gondolom, hogy ez volt majdnem a legfontosabb funkciója, hogy meg tudtuk mondani, hogy igen, önnek negatív a teszteredménye, sok idős ember jött, olyanok, akik féltek, hogy esetleg hordozzák a vírust. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon... Karácsony környékén is lesz, mert ugye pont így a vendéglátás meg rokonlátogatás idején pont fontos. Hát mondani. Ugye a következő héten nem lesz, de utána megint fogjuk folytatni, de most ezt a, tehát a 20-ával kezdődő hetet, ezt már mindenki a karácsonyra való készülődéssel tölti, de utána folytatni fogjuk, ahogy mondtam, a maradék teszteket is elvégezzük, igen. Viszont még így a karácsonyi időszak közepén megszavaztak egy nagyon fontos, hát nem csak névmódosítást, ha jól értelmezennél, egy sokkal átfogóbb koncepció, kulturális koncepció Erzsébetvárosban, de azért a sajtó inger küszöbét azért el, hogy annyi a buli negyednek, mert hogy király negyed lesz belőle, de ennél többet akar ez az új koncepció, mit? Így röviden összefoglalva. Először is hagyd mondjam azt, hogy amit mindenki annyira tegnap nagyon sok helyen olvastam ezt, hogy névváltoztatás, és ez ennek a koncepcióban egy felvetés volt. Ezzel kapcsolatban semmiféle döntés nincs, lehet, hogy lesz, de nem ez a legfontosabb része. A legfontosabb része az, amit mi a kampány óta mondunk folyamatosan, hogy mi meg akarjuk változtatni Erzsébetvárosnak az imázsát, ha szabad így fogalmazom, hogy ne azra ugorjon be az embereknek, hogy aha, ez az a város része, ahol részek hordák járják és üvöltöznek, és a lakókat kihozzák a sodrukból, hanem mi azt mondjuk, hogy Erzsébetvárosban nem tud lenni, nem tudom én, gumiüzem vagy autóösszeszerelő üzem, nekünk a kultúrába, a művészetbe, a tudásba, a humántőkébe kell investálni, és ez az, amit csinálunk. Azt szeretnénk, hogy Erzsébetváros egy ilyen vibráló, kulturális és művészeti központja lenne a városnak, a fővárosnak, és ezen dolgozunk, hogy legyenek kis galériák, legyenek kávézók, legyenek közösségi terek. De hogy? Hol? Megy, bezárnak a kocsmák, és akkor a helyettük... Először is nem minden kocsma zár be, mert nagyon sok még most is nyitva van, és ugye azért azt is szeretném mondani, hogy nem a kocsmák a lényegek, hanem a minőségi vendéglátás, de hagyd mondjam azt, hogy mi azt szeretnénk, hogy nagyon sok fiatal jöjjön a kerületbe, hát fiatal mennek, művészek. A kocsmák miatt fiatal, részben. Nem, azért higgy el, hogyha egyszer én azért tudnék én önöknek szervezni én olyan városnézést Erzsébetvárosban, amihol egyik galériából a másikba mehet. Megígérte. Igen, bármikor jöhetnék, nagyon szépen elviszem mind a kettőket, jobbnál jobb helyekre lehet menni, ahol friss, progresszív, modern művészeti és kulturális események történnek, és ezek kiszorítják. Mert azok az emberek, akik csak azért jönnek itt oda, hogy nem tudom én, abba vetélkedjenek, hogy 52 vagy 53-at, azokat ez nem érdekel. Egyébként jogos is a felvetés, ez egy csomó olyan európai város van, aminek van egy kulturális negyede, tehát népszerű. De azért azt ne kerüljük meg, hogy a brit legénybúcsús csapatokból komoly bevétele volt a helyeknek. Hát volt, de majd jönnek olyanok, akik... Tehát, hogy tisztázzuk, a járvány kitörése előtt, amikor még tombolt az úgynevezett buli negyed, akkor az államnak volt 6 milliárd forint bevétele, szeretném mondani, 6 milliárd forint bevétele, nem a kerülethez jött vissza, sőt, amikor mi kértünk azért pénzt, plusz pénzt a kormánytól, hogy zajszigetelés, nyilászáró szigetelés, még csak választ sem. Jó, azért kaptunk. A vendéglátósoknak nyilván volt velük bevétele. Ez a vendéglátósoknak nyilván van bevétele, mert azért csinálják többek között, mert abból élnek meg. De csöndesen mondom, ott vannak konyhai dolgozók, vannak pincérek, vannak takarítók, tehát ez nem úgy van, hogy csak a gazdag vendéglátósok viszik el a pénzt, ezek munkahelyeket teremtettek. Na, hát meglátjuk, hogy ez az új koncepció mikor lesz. Jöjjenek el és nézzék meg. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.